Jó, hát akkor köszönjük szépen a nagyon tartalmas és értekes előadást. Azt hiszem mindannyian kaptunk egy újabb lökést lefelé a lejtőn, legalábbis az én fejemben már megindultak a gondolatok, hogy vajon az én játéktávcsövemmel is meg lehetne ezt ugyanezt tenni. És hát most folytatjuk a lejtőn lefelé haladást, abban az értelemben, hogy elmerülünk a nap fizika mélységeiben, és ebben Veluth Bernadett lesz a segítségünkre, aki szakcsillagászként foglalkozik a napkutatással. Na tehát én majd a napkutatás legfrissebb eredményéről szeretnék beszélni. Ezért röviden magamról annyit, hogy Veluth Bernadettnek hívnak, és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2 hét múlva fogok reményeim szerint államvizsgázni. Én konkrétan kicsit megilletődve állok ebbe a társaságba, mert én nem úgymond megfigyelési napfizikával, hanem elméleti napfizikával foglalkozom. Konkrétan egy korábban már publikált napdinamót reprezentáltam saját C-nyelvű programkódommal, és hát így konkrétan a napdinamóval foglalkozom, ezt fogom majd a továbbiakban fejleszteni. És így aztán próbáltam, amennyire tudtam, kicsit a legfrissebb eredményeket is inkább az észlelések világa felé vinni, bár én abszolút eddig az elmélet terén dolgoztam, és hát azért így eléggé érdekes így egy ilyen társaságba állni, és hát nagy meglepetés nekem, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert én nekem még az az időszakom van, amikor az interneten az ember nézi a Soho, meg az SDO felvételeit, és ezeket használja, és kész adatsorokat használ, és soha nem jutott volna eszembe, hogy igazából kéne építeni egy naptávcsövet, hogy kéne saját megfigyelést csinálni, de azt hiszem, hogy azért a jövőben majd lehet, hogy azért erre is kitérek majd. Miről lesz szó? Hát először is nagyon röviden a napon megfigyelhető jelenségekről, főleg próbálok egy kicsit úgy, hogy ezek mégis milyen eredetűek, és 2 nap megfigyelő szondának igazából az eredményeit szeretném majd elmesélni. Az egyik a Soho, a másik pedig a vadonatúj SDO szonda, amit tavaly februárban lőttek föl, és végül a 24-es új napciklusról, hogy tulajdonképpen hol is tartunk most, és is néz ki. Na most a jelenségek között, ami ugye igazából a mi számunkra is, vagy hát így esetleg megfigyelés szempontjából ugye érdekes, hát mindenképpen ugye a napfoltok, a protuberanciák és a filamentumok, az ugye egy kategória, és a napkitörések, valamint a korona anyagkidobódások. Itt a napfoltokról az első megfigyelések, azok még a 4. századból valóak, aztán később Galilei volt az, aki bebizonyította, hogy ezek a nap felszínén vannak rajta, és a nap, nem a nap előtt keringő bolygók. Ez egy elég hosszadalmas vita volt egyébként akkoriban. Aztán később már a 19. század közepén rájöttek arra, hogy van egy közel 10 éves ciklus a napfoltok számának a megjelenésében, és végül Wolf volt az 1848-ban, aki bevezette egyrészt a napfolt relatív számot, másrészt pedig, mivel egészen 1700-ig vissza tudta következtetni a ciklusokat, sikerült meghatározni annak a pontosabb időtartamát, hát ez átlagban 11,1 év. Az azért elég erősen látszik a megfigyelésekből, hogy ez nagyon átlag, tehát van ilyen 8-12 év között ingadozóak. Nagyon érdekes, hogy megfigyelésekből egyértelműen látszik, illetve Cassini is tette erre annó egy megjegyzést, még a 1660-as években, hogy 20 éve először láthatóak napfoltok, és hogy gyakrabban sokkal gyakoribbak voltak. Mi ennek az oka? Hát ez az úgynevezett Maunder minimum 1645 és 1715 között, amikor alig voltak láthatók foltok a napon. Hogyha megnézzük ugye a ciklusokat, ez itt a végén, ez a 23-as, ez ugye éppen ennek van vége, majd indul a 24-es. Ez itt az úgynevezett Maunder minimum. Most ehhez képest, ami itt van, ezek a csúcsok egyrészt nagyon-nagyon változatosak, másrészt pedig ezekhez a napfolt számokhoz képest, amit ugye itt le tudunk olvasni, ahhoz képest ez gyakorlatilag semmi. Na most nagyon sok olyan vélemény volt erről, hogy talán ennek részben az az oka, hogy ekkor azért még nem zajlottak annyira nagyon komoly csillagászti megfigyelések, és hát azért ezzel nem igazán lehet talán egyetérteni.
Mert igenis azért voltak ekkor észlelők, és ha lettek volna mit észlelni, lett volna mit észlelni, akkor ők nyilván feljegyezték volna. Tehát ezt az időszakot egyébként mind a mai napig nem igazán tudjuk megmagyarázni, hogy miért van az, hogy így gyakorlatilag a napaktivitás szünetelt, és aztán újra is indult. Egyébként a fák vizsgálata során itt a Földön a szén 14-es izotóp vizsgálatában egyértelműen kiderül, hogy a kozmikus sugárzás ebben az időszakban sokkal erősebb volt, mint úgy egyébként szokott lenni. Ez is azt mutatja, hogy itt bizony a napaktivitásnak valamilyen mértékben ugye egy abszolút minimuma volt, mert hogy ugye ezek éppen fordított arányban vannak egymásra, hogy minél aktívabb a nap, annál kevésbé engedi be a naprendszerbe a kozmikus sugárzást. Ugye a napfoltok, ezek azok, amiket vagy a nagy űrtávcsövekkel, vagy itt a Földön megfigyelünk. Ugye hát ezek ilyen bipoláris csoportok, ugye elég ritkán fordulnak azért elő egyesével. Ugye két részük van, az umbra és a perumbra. Itt egy eléggé részletes SDO felvételen, közelről egy napfolt ugye így néz ki. Ugye az umbra, az igazából ez az egész rendszer az abból áll, hogy eredetileg a nap mágneses terét, mi elméleti fizikusok két részre szoktuk szedni, és két részben is szoktuk tárgyalni egyszerűen, mert így könnyebb leírni a mágneses dinamót. És ennek van egy úgynevezett toroidális fluxus kötege, ami a felső, a konvektív zónának az alján fekszik. És bizonyos instabilitások következtében ez a toroidális fluxus kötegebe kialakul egy hurok, ami szépen lassan elindul a felszín felé, és ahogy ez a mágneses fluxus hurok átböki a felszínt, ott megállítja a konvekciót. Ettől lesz ez sokkal sötétebb folt a napon, mint egyébként ugye a konvekció, ahol látható. Tehát ahol fekete foltot látunk, tehát maga az umbra, az az a rész, ahol a mágneses térerősség leállítja a konvekciót, a perumbra pedig az, ahol még valamilyen mértékben azért a konvekció zajlik. Hél adta meg gyakorlatilag az egész, mondjuk úgy elméleti napfizikának az első nagy empirikus szabályát, akinek sikerült megállapítania, hogy bizony a napfoltokban egy nagyon erős mágneses tér van. Egyébként ez volt az első alkalom, hogy a Földön kívül mágneses teret detektáltak. Úgy felállította a polaritás szabályát, amelyben igazából leírja, hogy egyrészt a vezető és a követő foltoknak a polaritás az ellentétes, másrészt adott cikluson belül a vezető folt polaritása a két féltekén ellentétes, és ez a következő napciklusban meg fog fordulni. A Spörer törvény szerint, ugye a napfoltok, aki a napfoltok migrációját írta le, ugye ennek lényegében arról van szó, hogy az első napfoltok mindig valahol ugye a 30-35 szélességi fokon jelennek meg, és az idő folytán fognak az egyenlítő felé levándorolni. Na most ennek az az oka, hogy vagy legalábbis abban a fajta napdinamumban, amiben én dolgozom, ez a meridionális cirkulációnak a dolga. A meridionális cirkuláció az gyakorlatilag úgy működik, mint egy hatalmas szállító szallag. A toroidális térkomponenst a pólusoktól az egyenlítő felé szállítja, és feltételezhetően, bár ezt még mindig nem sikerült megmérnünk, amikor lesüllyed az egyenlítőnél a mélybe, ott a konvektív zóna alján a visszafelé tér majd az egyenlítőtől a pólusok vidékére. A Joy-törvényben pedig az van leírva, hogyha én a vezető és a követő foltokat összekötöm, akkor ez a tengely attól függ, hogy a napciklusban éppen hol tartok, egy adott szöget zár be az egyenlítővel, maximum idején ez olyan 11 fok, minimumnál olyan 3 fok környékén van. Ugye a napfoltok és a napfáklyák vándorlását leginkább a úgynevezett kiterjesztett pillangó diagramot tudjuk ábrázolni, tehát a napfoltok megjelenik a 30. szélességi fokon és szépen elindulnak lefelé. Nagyon jól látszik, hogy ott ugye északi a vezető, itt pedig a déli a vezető. Ahogy az is nagyon jól látszik, hogy a poláris fáklyákat, hogyha felrajzolom a 90. szélességi fokra, azoknak a polaritás fordulása éppen ellentétes, tehát amikor maximum van, akkor fordulnak a poláris fáklyák, és amikor minimum van, akkor van, ugye úgymond maximum van.
Ez annak köszönhető, hogy a nap maximum idején a toroidális tér van maximális állapotában, és a poloidális minimumban, és mindig a térkomponensek azok minimumban fordulnak, tehát minimumban van a poláris fordulás, és ezek között éppen egy Piper 2-es fázis van. Tehát amikor az egyik maximumban van, a másik minimumban és fordítva. A protuberanciák, ugye ezek, amiket a napfoltok szélén lehet megfigyelni, ezek ugyan rokonságban vannak azért a napkitörésekkel, de nem teljesen azonosak vele, ugye ezeket a H-alfa vonalban figyelik meg. Na most a protuberanciák azok elméletileg a kromoszféra jelenségei, de ugye pont azért, mert nagyon messzire terjednek a naptól, ezért gyakorlatilag a koronában helyezkednek el, ezért kicsit problémás is őket osztályozni. A protuberanciák előfordulhatnak akár aktív vidékek felett is, akár aktív vidékek között, lehetnek nyugodtak vagy aktívak. A protuberanciák, ugye amik az aktív vidékek között vannak, azokat hívják úgynevezett plázs protuberanciáknak, amik az aktív vidékek felett vannak és szépen föl-le lebegnek, azok az aktív protuberanciák. Ugye azért látjuk őket a napkorongon igazából sötétebbnek, mert pontosan ugyanannyi fény, annyira fényesek lennének, ugye, mint a napkorong szélén, de ahogy fönn vannak a napkorongon, a kromoszféra fényét elnyelik és szétsugározzák, de ugye nem egy irányba, hanem több irányba, és így a fényerő gyakorlatilag csökkentett lesz. Na most, hogyha megnézzük egy igazán részletes felvétel, hogy is néz ki a protuberancia, akkor látunk körülötte egy kicsit ilyen vasreszelékszerű szerkezetet, ez ugye a spikuláris szerkezet, és az is nagyon jól látszik rajta, hogy ezek ilyen furcsán valahogy szöget zárnak be ezzel az egész rendszerrel. Ez nyilván, ugye mivel a napon legtöbb mindennek a mágneses tér az oka, hát ez is ennek köszönhető. Arról van szó, hogy ezek a bizonyos protuberanciák, ezek az úgynevezett mágneses nullvonalak felett helyezkednek el. Tehát ezek olyan területek a napon, ahol az északi és a déli polaritásnak éppen határa van. Így aztán a protuberanciáknak a megfigyelésével és a feltérképezésével egyébként nagyon jól föl lehet térképezni a mágneses nullvonalaknak a helyzetét a napon. Ugye a protuberanciák élettartama az ugye a nagyon aktívaké néhány hét, és nagyon szélsőséges esetben lehet akár 6 hónap is. Most a napkitörések, ugye, vagy flerek, ezek ugye rövid idő alatt igen nagy energiájú jelenségek, ez akár 10-20 zsúl energiát is jelent, hát ezek aktív vidékek fölött vannak. Általában olyan foltcsoportoknál lehet napkitörést megfigyelni, amelyek nagyon bonyolult foltcsoportok, tehát nagyon nagy a mágneses radiánsuk, egyrészt eléggé kompaktak, másrészt eléggé sok pontban változik bennük a polaritás. Ugye nagyon érdekes, hogy a napfoltokat már a 4. században megfigyelték, a napkitörést viszont csak a 19. században, Carrington, aki szintén napfolt megfigyelésekkel foglalkozott, és miközben ugye készítette rajzait, kivetítette egy ernyőre a napfolt képét, és egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az egyik pontban nagyon erősen kifényesedett a nap. Először arra gondolt, hogy kiukadta az ernyő, aztán persze rájött, hogy nem, ez a jelenség, ez valóban a napon volt látható. Amit Carrington megfigyelt, ez az úgynevezett fehér fler, ez egy nagyon-nagyon ritka fajtája a flereknek. Ahogy aztán persze később ugye a technika fejlődésével kiderült, hogy azért ezek a flerek mégsem annyira nagyon ritkák, és naptevékenység maximuma idején 30-40, sőt akár 100 különböző flert is meg lehet figyelni. Elsősorban a rövid hullámhozban, tehát ultraibolyában és röggenben mutatkoznak meg. A ultraibolya sugárzása a napnak ebben az esetben sokszorosára, röggenben akár több nagyságrenddel is növekedhet. Az egésznek az oka egy mágneses átkötődés, amikor a két különböző polaritású tér átkötődik, és ekkora egy csomó mágneses energia szabadul föl, és ez a részecskének egy részét egyrészt kilöki az űrbe, ebből lesz aztán a részecske áram, egy másik része pedig visszaáramlik a nap felszínére a kromoszférába, hogyha ez az áram annyira erős, hogy beleütközik, eljut egészen a fotoszféráig, akkor lehet fehér flert megfigyelni. Ugye a flereket azt a röggen sugárzásuk alapján
szoktuk osztályozni, ez szerint a rendszer szerint. Hogyha én ugye röggenben mérem a napnak a sugárzását, akkor egy ilyen diagramot fogok kapni, és itt oldalt látjátok az osztályozásokat, A, B, C, M és X. Tehát ez alapján gyakorlatilag lehet megfigyelni, hogy ezek a csúcsok, ezek a bizonyos flerek. A rekord egyébként 2003. novemberében az előző ciklusban egy X45-ös fler. Eddig ez volt a legerősebb, amit... hogy ez a, azt hiszem, igen, ez egy olyan volt, ami a Föld felé jött. Pécsen is tettetlen. Igen. Akkor sokáig, igen, nálunk is nap, vagy hát ilyen sarki fényt lehetett nálunk látni, meg eléggé látványos volt. A korony anyagkidobódások, ezek a flerek látványos kísérő jelenségei lehetnek. Ez gyakorlatilag az erővonal átrendeződéseknek az oka. Az aktív vidékek fölött egyszerűen elszakadnak ezek a mágneses fluxus kötegek, szabaddá válnak, és hatalmasra felfúvódva eltávolodnak a naptól. A napátmérő sokszorosára is megnőhetnek, és gyakorlatilag ilyen interplanetáris felhőként végzik. Ezek a naprendszer legnagyobb összefüggő alakzatainak lehetne ezeket mondani, ezek gigantikus buborékok, amiket egyszerűen a mágneses tér tart össze, és hát hatalmas tömegük, 10-14 gram tömegük, vagy kilogram tömeg is lehet egy-egy ilyen. Ez a két felvétel, ezt a Soho űrszonda készítette, két CM-ről, az egyik 2000 februári, másik pedig 2002 januári. Ezt a napfoltot utólag digitálisan tették rá, tehát eredetileg ugye a Soho felvételén található űreszköznek van egy úgynevezett ilyen korongja, ami mesterségesen a napfogyatkozást csinál, hogy kitakarja a napkorongját. Ja, hát akkor a nap megfigyelő űrszondákról, először a Soho-ról, majd az új SDO megfigyelő űrszondáról. A Soho az az ESA-nak és a NASA-nak az együttműködésével készült, méghozzá azon célból, hogy egyrészt tanulmányozza a nap belső magját, tehát az úgynevezett oszcillációkat tanulmányozza, és egészen a koronáig és a csillagszélig vizsgálja a napot. 95. decemberében indították útra, egészen elképesztő módon 12 műszer van a fedélzetén, ez nagyon soknak számít, ebből 9 európai és 3 amerikai műszer. A NASA volt a felelős az indításért, és most a NASA is irányítja a missziót, az úgynevezett NASA Deep Space Networkön keresztül. Egyébként az irányító központ az Marylandben van. A küldetés az összesen 5-ször lett már meghosszabbítva, legutóbb tavaly, jelenleg 2012-ig van meghosszabbítva. A Soho-nak ez a hihetetlen méretű műszerparkja. Ezek között vannak olyan műszerek, amelyek a koronát, illetve az átmeneti réteget vizsgálják, mint a LASCO például, vagy a CDS. Vannak olyanok, amelyek a napszelet, mint a CELIAS, vagy a COSTEP például. Vannak olyanok, amelyek az elméleti csillagászok számára nagyon fontos naposzcillációkat figyelik, ilyen az MDI, vagy például a Virgo. A Virgónak egy másik feladata, hogy a teljes szoláris besugárzást, tehát a napállandót mérje. Na most a Soho Virgo teleszkópjának a mérései a teljes szoláris besugárzásról, ugye ez egy állandó érték lenne, vagy legalábbis amikor ezt először érzékelték, akkor még állandó 1365 watt per négyzetméteres értéknek hitték. Azóta kiderült, hogy ez valamilyen mértékben azért ingadozik. Nagyon érdekes, hogy napfolt maximum idejében nagyobb ez az érték, pedig elméletileg ugye a napfoltok ekkor ugye, mivel sötét területek, arra számolnánk, hogy ez kevesebb fényt enged a nap felszínéről. Ennek az az oka, hogy a pólusoknál található poláris fáklyák, azok majdnem kétszeresen túlkompenzálják a napfoltok által elvesztett fényt. És mivel ugye a napfoltok eléggé kompaktak és eléggé lokalizálva vannak, a fáklyák meg eléggé szét vannak szórva, így aztán ez növekedést eredményez. Ugye most jelenleg 2010-ben, ugye minimum idejében, hát eléggé alacsony még az érték, bár egyébként már mutatkoztak arra jelek, hogy hát ez azért kicsit erősödni kezdett. Ezek az úgynevezett
röggenmérései a Leszkópnak. 2011. június 9-e, itt van például egy C-osztályú FLER a Sohónak a diagramján. Ezt pedig a Sohónak egy másik műszere, a Swan készítette. A Swan az egyetlen műszer a Soho fedélzetén, ami gyakorlatilag nem is a napot figyeli meg, vagy legalábbis nem néz a napba, hanem a tejútban található hidrogént méri, méghozzá H-alfa vonalban. Méghozzá azért, mert ez a hidrogén, ez kölcsönhatásba lép a napból kilépő napszéllel, és ezzel próbálják meg feltérképezni a napszélnek az egyenletlenségeit. De Soho az rengeteg különböző felvételt készít a napról. A felső négy felvétel az Ultra Ibolya tartományba készült. Ez a bizonyos EIT műszere a napnak. Négy különböző előre kiválasztott tartományba méri mindig készít mindig felvételeket a napról. Az MDI az gyakorlatilag a nap felszínének a függőleges irányú mozgását végzi, illetve a nap mágneses polaritását méri, a LASCO pedig a napkoronát figyeli meg. A LASCO egyébként a fő üstökös megfigyelő műszere a Sohónak. Ez az előző napciklus a EAT műszerének a sorozat felvételéből, ez is a Ultra Ibolya fényben készült, ugye 1996-ban indult a sorozat, 2001-ben volt a maximum, és 2006-ban ér gyakorlatilag véget, aztán ennek eléggé hosszú lecsengése volt. Ami az elméleti fizikusok számára ugye nagyon fontos, az a Sohónak a helioszeizmológiai megfigyelései, ez gyakorlatilag egy ugyanolyan szeizmológia, mint amit mi is végzünk a Földön. Arról van szó, hogy a napban sajnos semmilyen más eszközzel be nem látunk, tehát fény a nap belsejéből hozzánk nem igazán érkezik, viszont a szeizmológiát, az úgynevezett csillagrengések nagyon jól használhatóak arra, hogy fölmérjük, hogy a napban milyen rétegek vannak, és ezek milyen sűrűségűek. A Soho aztán mérte ki a számunkra nagyon fontos differenciális rotációt, ami gyakorlatilag a napdinamo modelleknek az egyik fő áramlása. Ezt a konvektív zónáig tudjuk körülbelőre kimérni, aztán persze ezek a mérések egyre inkább pontosodtak. Beljebb még a nap belsejében még ezt nem igazán tudjuk megmérni, annyit tudunk a nap belsejéről, hogy merev testként forog. Ugye a differenciális rotáció maga, ez egy arról van szó, hogy ugye amikor egy plazmából álló égi test, tehát ez igaz a külső bolygókra, illetve az akríciós korongokra is, amikor egy plazmából álló égi test forog, akkor ugye a póluson és az egyenlítőn ez a forgási sebesség különböző, az egyenlítőn lassabb, a pólusokon gyorsabb. Szintén ugye a Sohónak sikerült lefényképeznie, egy FLER után visszamaradt, tehát gyakorlatilag itt egy FLER volt hajdanán, és egy ilyen közepes nagyságú FLER után egy ilyen fotoszférikus hullám gyakorlatilag. Szintén egyébként a Sohóhoz tartozik, hogy ugye most vizsgálják a napfizikusok, mi lehet az oka annak, hogy a naptevékenység ennyire elhúzódik, és ennyire nagyon hosszú ez a minimum, illetve ennyire nagyon lassan indul a következő. Dickworthy és munkatársai az amerikai Légkör és Óceánkutató Intézetből úgy gondolják, hogy mivel a Sohónak voltak ilyen eredményei mostanság, hogy minimum idején egy másik áramlás, a meridionális áramlás, ugye, amit itt látszik, tehát ami a toroidális teleket, ugye ez az egész szállító szallagrendszerről van szó, az minimum naptevékenység minimum idején ilyen 11,1 km per szekund, vagy méter per szekundum körül van, maximum idején egy kicsit lassabb, ilyen 8 méter per szekundumos, aztán a következő minimum idején meg ilyen kicsit felgyorsul. Tehát próbálják ezt az elhúzódó minimumot ezzel magyarázni, hogy a meridionális áramlásnak egy kicsit a sebessége megváltozott. Hogy ez mennyire lesz ténylegesen igaz, vagy hogy valóban ez lehet az oka, ezzel majd még várni kell néhány ciklust a tapasztalatokkal, mert hogy ez most merült föl először. A Soho
2011. januárjában megtalálta a 2000. üstökösét is. Ugye a szót eredetileg nem arra tervezték, hogy üstökösöket figyeljen meg, de arra is teljesen kiváló, hiszen az üstökösök ugye mindig bejönnek a nap közeléből, megkerülik és eltávolodnak tőle. Mind a két felvétel a Soho Lascaux műszerével készült. Ugye a Soho rendszeresen készít ugye felvételeket ugye a koronáról, többek között például a koronalyukakról is. Ez egy idén márciusi CME-nek a felvétele. Ugye nagyon fontos a Soho, illetve egy másik szonda páros, igazából ugye a sztereó műhold ebből a szempontból, mert vannak az úgynevezett haló CME-k. Ezek azok a CME-k, amelyek adott esetben veszélyeztethetnék a föld körül keringő műhold rendszert. A Soho-nak a Celsius műszere az, ami felelős azért, hogy figyelmeztesse a földi irányító központot abban az esetben, hogyha egy túlságosan nagy, esetleg veszélyes energiájú CME indul a föld felé. Na most ugye a Soho-val az volt a probléma, hogy mivel a Soho az a föld és a nap között van, ezért irányba nem mindig tudja jól belőni, hogy egy CME az valóban a föld felé indul-e, vagy oldalirányba, vagy merre. És ezért aztán föllőtték az úgynevezett sztereó holdpárt, aminek az a lényege, hogy az egyik a föld, most már majdnem 90 foknál járnak egyébként, a föld előtt, a másik a föld mögött halad, és így két oldalról látnak rá a napra, és nagyon jól meg tudják állapítani egy napkitörésről, hogy ez valóban a föld irányába indul-e el. Az SDO űrteleszkóp az a NASA új programjának, a Living with a Star, együtt élni egy csillaggal programjának az első űrszondája. Az volt a fő célja, hogy egyrészt megértse a nap változásainak az okait, és hogy ezek milyen kapcsolatban vannak a Földdel, illetve milyen következményekkel járnak a Földre nézve. Nagyon-nagyon sok hullámhosszon, térben és időben is vizsgálja a napnak az atmoszféráját. Ezen belül konkrétan a következő kérdésekre keresi a választ. Egyrészt, hogyan épül föl a nap mágneses tere és milyen a szerkezete, illetve, hogy hogyan tárolják és szállítják a nagy energiájú részecskék napszél formájában az energiát a föld környezetében. 2010. február 11-én lőtték föl, összesen három mérőeszköz van a műhold fedélzetén, hogy méri a nap extrém UV sugárzását, illetve hát annak, abban a színképtartományban, az oszcillációs sebesség miatti doppler-eltolódás mér az egész napkorongra nézve, nagyon nagy felbontású képeket készít a mágneses térről, számos hőmérsékleti tartományba készült képeket csinál a kromoszféráról, a koronáról, és különösen nagy figyelemmel van arra, hogy megvizsgálja, hogy ezek a bizonyos változások, ezek a napciklussal milyen kapcsolatban vannak. Tehát amikor lát egy CME-t, akkor azt tudja, hogy a napciklusnak éppen milyen időszakában zajlott. Hát ezt aztán persze a kutatók teszik össze a Földön. Na most ez egy olyan fél automata nap megfigyelő szonda, ami gyakorlatilag folyamatosan küldi az adatokat a Földre. Egy nagyon érdekes geoszinkron pályán kering, ami bár geoszinkron, de nem geostacionárius. És a szögsebesség ez megegyezik a Föld szögsebességével. A szonda az Új-Mexikó felett van egyébként, és egy ilyen szép nyolcas alakban imbolyog ezen a pályáján. Összesen két 18 méter átmérőjű parabola antenna foglalkozik csak az SDO adataival, méghozzá azért, mert naponta 15 terabájt adatot küld, és ezt le kell küldenie minden nap, mert egyébként nincs az a fedélzeti számítógép, ami ekkora adathalmazt képes lenne tárolni. Nagyjából másodpercenként készít egy 4096x4096-os felbontású napképet a különböző tartományokban. Ugye összehasonlításképpen ugye a Soho-nak egy felvétele a napkorongról, az így nézne ki, ez már a sztereó nappárral készült, és ez az SDO felvétele, hát minőségben elképesztő különbség van a kettő között. Na most rögtön azután, hogy az SDO-t fellőtték, a nap az kegyesnek bizonyult, és mutatott néhány látványos jelenséget. Ezt rögtön 2010 márciusában, ezt a bizonyos protuberanciát. Aztán szépen megint úgy
nyáron, ősz vége felé megint viszonylag inaktív volt a nap, de azért felereket tudott fotózni az SDO, ez 2010 júliusában készült. 2010 szeptemberében egy ilyen szép íves nap kitörést fényképezett, illetve hát 2010 novemberében egy aktív régiót láthatunk. Ez pedig most februárban egy M3,6-os flare és egy azt követő anyagkidobódás. Ezt röviden csak monsternek hívják az angol szaklapok. Egyébként a hatalmas mérete miatt. Most márciusban egy nagyon szép aktív protuberancia, és pár napja egy M2-es flare-t fényképezett le. 7-én volt, igen. A 24-es napciklus, hát nagyon nem úgy alakul, mint ahogy azt 2006-ban, amikor az első találgatások indultak, alakult. Akkor az első elképzelések alapján, amit egyébként szintén Dikpatiék csináltak, akik a napdinamó modelljüket arra használták, megpróbáltak előrejelzést tenni a következő napciklusra, akkor azt mondták, hogy a következő napciklus 2008-ban fog indulni, és egy hihetetlenül erős napciklus fog következni. Na most 2008. január 4-én a Soho le is fényképezte az első napfoltot, ami a 24-es napciklushoz tartozik, viszont mindenki megdöbbenésére utána, hogy úgy mondjam, eléggé inaktív volt a nap. Egyrészt sokáig lehetett még a 23-as napciklushoz tartozó napfoltokat látni, másrészt nagyon sokáig valamiért csak a napnak az északi féltekéjén bukkantak föl kisebb, nagyobb, inkább kisebb napfoltok. A déli féltekén gyakorlatilag a 24-es napciklushoz tartozó folt nem igazán volt. Ma már nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy a 24-es napciklus az egy meglehetősen kis amplitúdójú napciklus lesz. Egyébként ez a 2008-as év, ez a elmúlt 50 évhez képest ez a leginaktívabb időszaka volt a napnak. Ugye milyen előrejelzések voltak? 2008 májusában még úgy gondolták, hogy ilyen 130-140 napfolt számnál lesz majd a csúcs. Aztán januárjában ez már csak olyan 100 és 110 volt, májusra már 80 és 90-nél tartottak, 2010 októberében akkor már olyan 60-70-re satszolták. Na most a jelenlegi elképzelések szerint a maximum az 2013 májusa, júniusa környékén lesz, olyan 56-60 napfolttal. Ez lesz a leggyengébb napciklus a hatodik óta, ez ugye 1810 és 1823 között volt. Igen. Igen, hál' Istennek. Ez a még a 2009-es erőrejelzés a napfoltoknak, ez pedig ugye a mostani mérési adatok. Hát sajnos látszik, hogy már ez a csökkentett görbéhez képest is elég lent indul a napfoltszám. Itt a napfolt előrejelzéseket látjuk, ugye, tehát, hogy ennek a maximuma, ez valahol olyan 50 és 60 között várható majd talán. Hát aztán ki tudja, mit hoz még a nap. Az első flert egyébként, ami 24-es napciklushoz tartozik, azt 2008 októberében fényképezték, B7,2-es típusú napfolt volt egyébként. 2010 februárjában volt két olyan flare, amit erősebbnek lehetett mondani. Mind a kettő a Soho felvétele. Ugye egy M8,6-os és egy 6,4-es. Hát azért ez sem olyan egetverően erős, de azért már lehetett örülni, hogy még él a nap. Bár sokan egyébként attól tartottak, hogy egy Maunder minimumhoz hasonló időszak következik, amit nyilván azért az amatőr észlelők nem szívesen hallanak. Meg mi sem, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy azért ez a jóslat azért ez nem következett be. De hát, hogy pontosan mit várhatunk a mostani ciklustól, olyan nagyon sok mindent egyelőre nem nagyon mutat a nap. Néhány szép flert, illetve az SDO segítségével nagyon szép felvételeket lehet készíteni.
egyszer volt talán egy komolyabb mágneses vihar a ciklus alatt a Földön, amikor éjszakon egy kicsit megnőtt a sarki fénytevékenység, de hát amúgy nem nagyon látszik úgy, hogy ezen túlzottan nagyon aktív akarna lenni, hát meglátjuk, hogy alakul a dolog. Ez még a jövő zenéje. Köszönöm a figyelmet. Kérdés esetleg valakinek van? Tudnék az, hogy ezekben a előrejelzésekben nem szabad hinni, nem az, hogy nem lehet hinni, nem is szabad hinni. A körülbelül 1950-es évek óta próbálkoznak, első közt mondjuk, hogy statisztika is alapvannal voltam, Weisberg volt. Eddig még soha egyetlen eljelenés nem van. De úgy, hogyha látok mondjuk most a Noah-val, hogy a NASA-nak valamelyik új grafikonját, akkor összesen van a kezem, hogy te jó Isten, hát ennyire nem lesz már tevékenység. Amit mondott egyébként, ez totál igaz, hogy először nagyon magasra hozták, aztán nagyon alacsonyra. Két dolog van, amit viszont nem tudják adott. Mi a mindent találni, mert aztán éves a másik rá nem jutott. Az a helyzet, hogy van két-három tapasztalat. Az egyik az, hogy létezik egy 100 éves ciklus, és az, hogy létezik egy 400 éves is. Na most a Waldmeier és Weisberg féle előrejelzéseknek valami realitás adott, hogy ők ezeknek nem tudták, hogy mi az alapja, ma se tudjuk, hogy mi az alapja, de ezeknek a feltételezett vagy kimutatott ciklusoknak a szuperpozícióit rakták össze, és ebből ugye körülbelül annyit ki tudtak hozni, hogy nem nagyon valószínűleg magas, vagy nem nagyon magas, hogy ez például az 1957-58-as szupermaximumra követő időszakra két maximumra bevált. De egyébként szóval az előjelzések azok, amik mint a felterléket ábra mutatja. A meteorológus után van egy mondás egyébként, hogy a meteorológia prognózis is az, aminek az ellenkezője se válik be. A napnál egy duplán van. Ne haragudj, de nem van. Köszönöm. Ez nem maga ellenkezője. Igen, hát ugye ezzel az egész, hogy az a probléma, hogy mi készítünk. Igen, tehát készítünk napdinamó modelleket, de hát mi is nagyon jól tudjuk, hogy ezek a napdinamó modellek a legjobb bak sem igazán közelítik még meg azt a szintet, ahol egyébként, meg amit egyébként a napon le kéne írni. Tehát azért a napdinamó modell mind a mai napig azért egy eléggé nagy megoldatlan probléma. És ha jobban belegondolunk, mivel ez az egész rendszert a napdinamó működteti, ezért hát eléggé fontos lenne ezt egészen pontosan tudni. Tehát már azokkal is azért nagyon sok esetben, tehát már örülünk, hogyha a ciklus hosszát visszakapjuk, vagy egy egészen jó pillangó diagramot visszakapunk, arról még álmodni sem merünk, hogy esetleg a dinamónk megmagyarázza nekünk, hogy miért volt ma under minimum. Tehát itt még azért nagyon nem tartunk. De hát ez nagyon-nagyon sok oka van, most nem megyek bele. Jó, nincsen több kérdés? Én szeretném érdekességképpen még elmondani, ez a 2003-as kitörés, ez benne van, olvastam most egy ilyen regényciklust, Iszakaszimónak van ilyen 3-as trilógia, amit most legutoljára adott ki, ez is benne van benne, hogy ez a 2003-as kitörés. És itt a napról van szó, 3 kötet, nagyon jó kis regény, felvajánlom mindenkinek, akik szereti a szájátékset. Mondom, hogy Marik Miklós legendák az esetben. Igen. Neki volt az összes ügyelmezőjelt, és sokkal nagyobb gradációt mutatott puszta egy gyilagszabadítási lábával, mint a magával a naptevékenység. Jó. Jó, köszönöm szépen a figyelmet akkor.